Meg fogunk téged emelni, ez egy nagyon komoly dolog. Hát de majd hány? Vagy 110 kiló. 110 kiló, nem probléma. Tessék. Azta! Jó, szabolcsiasan, csípős, ugye ez nagyon csípősem. De és hol van Béla bátyám? Ugye azt tudod, hogy engem meg a anyósot hívott meg a buliba. Micsoda! Csak így, így hát mellett. Engem meg a szintike csak hívott meg a rendezvún. Azt mondta, hogy fiam, mi lenne, ha eljönne ezt ugyanapra a bukámnak. De várjál, akkor az anyósod engem akarra nő meg téged, vagy hogy? Ez családi banzáj lesz akkor, uram. Te sokább legyen értem, mert mit is vírusos vagyok, te soha. Reggel ott vagyok, hol vagyok. Mutassátok meg neki, hogy ez most ő érte szól, ez az egész buli, nem tud semmiről semmit. Most már tudom és érzem, hogy az álmaimat lassan elérem. Küzdeni fogok, amíg dobog a szívem, én nem szégyellem, hogy ilyen a vérem. Oh, 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 yeah. Csak a tesókat nehogy elveszítsem. Nagyon jól tudom. Szia, anyám! Jaj, de jó, úgy örülök, hogy megjöttek. Szia! Sziasztok! Sziasztok, lányok! Adjatok gyorsan nényének puszit! Jaj, de csinosak vagytok, életem! Nagyon szépek vagytok! Menjetek be a konyhába, öltözzetek le! Jó, finomat főzött a mama? Finomat főzött, gyémánt? Mi? Milyen érzés 51 évesnek lenni? Milyen érzés? Megmutatom mindjárt, a ló megindul, és olyan erő van benne, mint bennem. Ennyi, 51 évesen. Ennyi Bélám, igazad van. Na nézzük meg, és szerintem hallodnék, hogy mit bír ez a ló. A többiből most elment a többi, most már megnyugodott egy kicsit. Na akkor hadd ugorjon meg akkor egy nézd kicsit. Nézd meg, hogy bennem is egy ilyen szufla van. Ilyen erő van. Jó van, semmi baj. Na engedj csak meg egy mehet. Kicsit. Mehet. Gyerünk. Hopp, hopp. Gyerünk. Gyerünk. Na Bélám, figyelj! Az igazi indián erő. Így boldog születésnapot, egy előre, és a jó Isten áldjon meg erőben, egészségben. Reméljük, ez egy jó lesz. Volt, meg kell ismételni, most már nagyon várom a jó időt, mert az egy kicsit hűvös volt így a végére már. Nem is kezdődhet jobban a születésnapom egy ilyen jó másfél órás túralovaglással, a szabadságba, a szabadságérzettel, egy gyönyörű szép lóhátán, úgyhogy azt hiszem ezt többször meg fogom ismételni, mert ennél jobb az életben nincsen. Na és milyen volt Randi? Hát képzeld el, kaptam egy kis virágot is tőlem, minden. Eléggé fainnak tűnik így első látásra is, mert igazából még most találkoztunk először, szóval. Értem, nem is tudom, hát fain gyerek, kedves, normális, hát normálisabb, mint az Artur is persze. Hogy ne lenne már jó kedvem, tesó? Hát újra találkozok a szintikével. Alig várom, mulatunk minden. Jaj, most mit nyálaskodsz? Már megbeszéltük. Mit? Mi odadom akkor? Na, akkor mondja a cigány, ez a hal. Te hogy jössz? Vagy hogy itt vagy most? Hát úgy egy cikké. Várj, majd mindjárt. Úgy van. Hogy engem a Tibika anyósa hívott meg. Már anyósokat mondd! Nesze! Tibi anyós. Most a Marika néni. Marika néni. Mert ugye Marika néném. Nénéd? Igen. Vagyis a nénéje. Nénénye? Nem, hát ő az anyós hívott meg engem. Tehát az anyós igazából engem akar, biztos tudod? Aha. A Szintike meg végül is a tíz. De most akkor ki dönt? Az anyós vagy a lány dönt ilyenkor? És amúgy meg meghívtam apu szülinapjára is, úgyhogy úgy néz ki, hogy jön. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből igazából. Hallod, mit fogok nézni, mint a izé? Na, vége. A sas. Mi? Hát figyelj, be kell lopnod a szívóra. Na, remélem, mostan akkor minden. Akkor nagy keveredés van itt, na mindegy. Nehogy itt a végén verekedés legyen.
Halózásra leszek már kíváncsi, mit hát én nem tudom, én hogy mit fogok. Nagy bajban leszek. Na most mi lesz a töltött? Hát nagyon nagy gázban leszek, mert én vegetáriánus vagyok, tudj. Nem tudtátok? Miért már? Esküszöm. Mit fog enni? Hát nem tudom, még jó, hogy hoztunk egy kis pogácsát. Nem tudtam. Ja, a pogácsát legalább. De még jó, hogy a benzinkúton vettem egy kis csokit. Szerintem előre megeszem. Nem hiszem el. Jaj, ez az út drága, jó Isten. Igen. Ez neked gatya van. Hogy most ilyen utakra jövünk? Majd a sajtot töltött. Arra, jöjj! Jaj, hova? Arra fel! Jobb vejsz. Nézd meg, mit művel. Hát éhen már nem fogok halni, itt van nálam egy kis csoki. Nekem ez évekkel lesz. Majd, de jöjjek akkor, jövök rá, az intikéhez. Évi, a csokoládét. Te hoztál csokit? Hát most mit tegyek? Na jó, ne sírok. Beszéltetek Arthurral azóta? Nem, egyáltalán nem. Hát nincs már miről beszélni. Hát jó, miről beszélnék én vele? Hát így járt. Ezért szeretlek, tudod. Mondtam neked, de beszélj vele. Hát nem is sok. Hát miért kéne, érted? Ezek az utak? Mit fogunk hát csinálni? Te akartál jönni annyira, azt mondod, hogy... Szántani? Szántani. Te ezek az utak, tesóm, ezek olyanok, hogy botrány. Nem az a nagy dolog, hogy cigány gyereket már hányszor jöttem fel vele? Az én kocsimmal jön. Mi mindig nem tudja, hogy hát kell bevonni. Kijegyzi meg minden út egyforma. Hát de hogy egyenesen mennyi, bapapod. De olyan, mintha valami legelőre hoztál volna, Jenci. Na, majd kihoznak legelni. Majd állatokat tenyésztünk. Ja, amiket mondom. Balra mennyi? Merre? Balra! Erősen érzem el. Táplálsz a szintjén. Hát egyelőre, tesó, nem tudom. Hát hogy érzem? Kedves, aranyos lány. Remélem, jó lesz. Most erre azt tudom mondani. Van szikra? Szikrázol? Valami van, de nagyon lájtos volt. Milyen felejtem? Milyen vezeték? Csemert a som. Ő lesz a Csemer szintia? Csemerné? Csemerné? Hogy ki? Nem tudom, tesó, még ennyire nem gondoltam túl. Most fogok másodjára találkozni vele. Remélem, jobb lesz a hangulat, mint múltkor, mert ez a randi az szörnyű volt. Nem volt jó. Nem volt jó, tesó. Hát franc volt, nem tudom. A haja, de jó ez a szerelés, és hallom. Jó napot! Jó, szép jó napot! Sziasztok, Isten hozott benneteket! Sziasztok! Sziasztok! De csinos vagy, köszönöm. Nagyon szép vagy. Köszönöm szépen, Miami-ból van. Nem semmi. Szia! Sziasztok! Szia, drága pici fiú! Hát szia! Hogy vagy? Szia, Tibike! Hello. Sziasztok! Szia! Ez hova tesz? Nyugodtan mehetünk is az asztalhoz, üljetek le, foglaljatok helyet! Láttam szintén, hogy meglepődött, hogy én is itt vagyok, de azért kicsit jó volt bosszantani azzal, hogy én is itt vagyok, úgyhogy a Tibikével elkezdett randizgatni. Remélem most találsz a fogad alá valót, mert sütöttünk, főztünk mindenféle finomságot. Nem a malactartóval készültem. Jó van, úgyhogy halatozzatok. Szendvics van. Nekem. Retro szendvics is van. Minden van. Igen. Beszéltünk a percről. Mindjárt, drágám, megjöttek a vendégek. Hallottam, hogy vegetáriánus vagyok, de majd valamit nézek magamnak. Tényleg? Ne haragudj, ezt nem tudtam, de... Akkor majd keresünk neked valami. Valami salátát. Hát valami. Gyümölcsöt. Az van, azzal nem lesz gond. Na végre. Tessék szívem, mondjad. Hát anya, most ez mi ez az egész, hogy Arthur itt van? Hogy érted, hogy mi ez az egész? Hát, mit keres itt? Hát elhívtam őt is. Hát és az én tudtam megígértem neki, mikor itt volt a malasztartós partin, hogy szegény sose evett még nálunk egy jó ízit. Na mondom, elhívom most a foga alá való kajákat is elkészítettük, hát nincs abból semmi élete. Hát de szólhattál volna erről nekem, haló? Te sokám, az itt mennyi, mennyi minden van, gyerekek? Most nem én az összes te. Húsból fogok terült, enni. Terült. Te mindből tudsz majd enni? Na Évike, te meg egyél egy kis kenyér. Paradicsomot. Paradicsom, meg kenyér. Tojás, az jó lesz. Meg paradicsom. Kis tojás. Paradicsom. Egyes tojás. Ilyen aranyos a Marika rános mondom. Ennyi. Figyelj, viselkedj természetesen, legyél vele kedves. Nem vásátok már el ezt a csatabádot, a két gyerekes dolgot játszottok állandóan. Nincs ebből semmi, hogy itt van. Nem volt semmi olyan gyerekes csatabád, csak már na, most ez így furcsa lesz nagyon. Figyelj, oldódjatok fel, ezt most félre kell tenni mindent, apádnak a szülinapja van, érezzétek jól magatokat. Jó, meglátjuk. Arnold, hogy nem jött végül?
Hát beszéltem vele telefonon, azt mondta, hogy beteg, nagyon rosszul érzi magát, lehet, hogy ez... Úristen. Lehet, hogy koronás, vírus... olyan gyanúja van. Pedig az most meglátta volna ezeket a csukat, megyből rácsukat volna. Hát, szegénykém, sajnálom, hogy nincs. Kimarad ebből most. Szegény, milyen jó tenne most. Szerintem a káposztát tenni a hússal. Mindentől egyszerre kóbászik. Hát Marikám, kitettél magadért. Hát minden, szerettem oda kedvetekbe is járni, hogy mindenkinek köszönjük legyen a fogallávaló, de hiányorom az Arnoldot, az mindig olyan jó ízűeket szokott nálam nem enni. Nem baj, most én végigeszem az egész. Megeszed helyette? Beteg lett szegény, képzeld el. Igen? Igen, de lehet, hogy ezt a vírust elkapta. Adjátok át neki jó kívánságomat, és mielőbbi gyógyulást kívánok neki. Pedig már azt a lábas... Már megettem, már csak azt látták az alját, törögetnék ki kenyérrel. Igen, megette a káposztát, a töltött káposztát, tehát most tudott volna enni bőségesen. Hát köszönjük szépen a meghívást, hát, hogy itt lehetünk. Érezzétek nagyon jó magatokat, egyetek, igyatok, aztán mulassatok. Várjuk a Bélát, ő nem tud semmiről semmit, hamarosan fog érni. Meglepetés. Ez komoly. Nagyon jó. Igen, igen, igen. Majd én el akarom, meglepetésben akarom majd neki énekelni Happy Birthday-t. Az biztos, hogy nagyon fog megkérdődni. Megint szeretnék neki egy dolog. Mindenképpen, Évike, mindenképpen szeretném, hogyha ti is. És mikor jön a Béla bátya? Kapom majd a jelzést a telefonomra, kimentek tereplovagolni a skulival, ja. És ha már itt lesznek a közelbe, a skuli tud mindenről, ő falaz nekem. Ha már itt lesznek a közelbe, akkor fog nekem a skuli jelezni. Most itt a skuli, itt vannak, mindjárt jönnek befele, maradjatok nyugton már. Mondtam neked, hogy itt lesznek mindjárt. Figyeljetek. És akkor kiabálni majd? Hát majd a zenészek majd mindent énekelnek, és akkor a végén fel lehet majd köszönteni őket, vagy fel lehet majd köszönteni, jó? Hogy tudjam, hogy mi a terv. Ja, hát az a terv, igen. Jaj, gyerekek. Nagyon izgatott vagyok, hiszen én szerveztem ezt az egész meglepetéspartit. Nem tudom, hogy mi fog belőle kisülni, de nagyon-nagyon szorítok, hogy a legjobbat hozzuk ki ebből az egészből, hiszen itt van mindenki, akit a Béla szeret, és hát ez már egy fél sikert jelent számomra. Csönd van, menjünk már, mert éhes vagyok. Nagyon éhes vagyok. Kislánya, a Szintia, a Bélának születésnapja alkalmából, és ezzel a számmal szeretnék kifejezni, hogy mennyire szeretik a Bélát. Legyen Béla szerencsés, boldog születésnapot kívánok nekem! Ebben a nevésünk a Bajka Zsabban! Szászlopattál és a beléltem elé! Ha már ilyen parti van, akkor szeretném, hogyha reggelig húznátok itt mindenkinek a nótát. Yeah. Gyerünk, kezdjetek bele, azt húzogassátok itt mindenki kedvére.
Jó beszéd! Köszönjük szépen! Na valamit rakjatok oda, hadd mulasson a nép, hadd mulasson a társaság! Hadd mulasson a nép, hadd mulasson a társaság! Hadd mulasson a nép, hadd mulasson a társaság! Hadd mulasson a nép, hadd Nagyon meglepődtem, amit Marika számomra itt rendezett, ezt a partit, hogy összehozta itt a tudtom nélkül. Azt láttam, hogy nagyon meglepődött a Béla, hiszen azt beszéltük meg, hogy nem tartjuk meg a szülinapját, csak ki egy kis létszámban, de elhívtam azokat az embereket, akiket ő is nagyon kedvel és szeret, illetve a családtagokat, és most nagyon örül, hogy itt van mindenki. Legész szerencsés Béla, 105 Istenét, a sajnáljon a legészség a gondolat! Na hát Isten éltessen, drágám, 1000 évig, és legyél nagyon boldog és áldott ember! Köszönöm szépen, drága, szép asszonyom! Yeah! Yeah! A vendégek! Helyet kérek! Tessék, tessék! Boldog születésnapot, apa! Köszönöm, lányom! Szeretlek nagyon! Remélem is! Ugyanazt kívánom neked, Béla bátyám! Boldog születésnapot! Köszönöm, kis... Mindenkit megkérek, hogy üljetek le az asztalhoz, drága szép barátaim, testvéreim, és fogyasszatok jó ízűen, amit találtok. Egyetek, igyatok, érezzétek jól magatokat! Figyelj már, tök jó, hogy eljöttem, meg minden, jól érzem magam már most. Örülnek, hogy eljöttél ja. Végül akkor. Na, tök jó. És figyelj, nem gáz, hogy Arthurral jöttem? Nem zavar hát téged? Én is eléggé meglepődtem, igazából anya hívta el. Jó.
Zavar, amúgy? Nem, igazából. De én megbeszéltem vele igazából, azt mondta, hogy nem gáz, meg semmi. Igen. Mert hogy nem volt köztetek semmi hát olyan. Persze, igazából semmi nem volt. Na, hát akkor jó. Egyetek, igyatok után, megy a zene, és mehet mulatik reggelig. Béla bátyám, okay. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és igaz, hogy papíron talán 51, de egyébként egy erős 30-as. Köszönöm szépen, én 26-ra mondtam volna, de annyit érzek, de én annyit érzek, de te jó. Szerintem megfordítsuk azt a számját, és akkor az egyes teszem előre, és 15. Nem kellene próbálni. Amúgy elmondanám, hogy a gyerekek szerintem összekeverték. Lehetséges. Igen. De nem azt számít, ami papíron van, úgyhogy, hanem amit. Ahánynak érezzük magunkat. Ahánynak érezzük magunkat. De most érezzük úgy magunkat, hogy jól érezzük magunkat. Látjátok, van étel, ital, érezzétek jól magatokat, és ha ettetek, ittatok, jöjjön a mulatás. Amúgy tök jó nézel ki, ma tök jó kicsipted magadat. Jó a sminked is, szép a hajad is. Hát készülöttem sokáig. Ja, szép a ruhád is. De most ezt nekem címezted, ezt a kiöltözést, vagy csak úgy? Hát így apának szünnapjára. Nem akartam úgy kijönni a szobába, mint a képre most kezd fel. Tök jó nézel ki, minden. Eszünk, iszunk, táncolunk, mindent csinálunk. Persze, hát remélem, hogy majd felkérsz táncolni. Hát persze, hát hogyha így mondod, akkor miért ne? Sokáig élj egészségben, boldogságban, és mindig lovazzál, és szerencsével teszd az utadat! Hogy mi készültünk neked egy kis meglepetéssel, még Cynthiával. Ezen kívül még van más még, is. Még mit terveztetek most itt nekem? Most mi vagyunk a meglepetések, nem te okozol nekünk meglepetést. Csávó,